Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy égi üzenet a Bibliából. Nem csak ezeket az üzeneteket kapom, hanem képeket is. Ha becsukom a szememet, megjelenik előttem egy kép, ami mozdulatlan, olyan, mint egy képeslap. És én úgy érzem, ez a képeslap nem csak nekem szól, hanem talán neked is. A mai képes lapon volt egy gyönyörű, virágos mező. És a mező közepén volt egy kerítés fából, de át lehetett látni ezen a kerítésen. A kerítés mögött volt egy fiatal hölgy piros ruhában, és mellette egy bárány. Mit jelent ez a kép? Én elgondolkoztam ezen. Jelentheti azt is, hogy ez a hölgy szeretné, hogyha előre mennének a dolgok, de itt még vannak korlátozások. Viszont a hölgy olyan vidámnak tűnt a képen, nem hiszem, hogy itt akadályokról van szó. Az is lehet, hogy ez a kerítés azért van, hogy óvja magát, hogy ne tudjon mindenki belépni az ő területére. Vagy óvja ezt a bárányt, hogy nehogy elrohanjon. Ezért van itt ez a kerítés. Hogy látod te ezt a képet? Leírhatod a kommentárban. És most kinyitom a Bibliát, és kíváncsi vagyok az aktuális üzenetre. Úgy érzed, hogy van egy feladatod, amit még meg kell oldanod az életben. Valami hív téged. Ez lehet a hivatásod is. Lesz egy eljegyzés. Ennek az eljegyzésnek lehet egy szimbolikus jelentése is, hogy lesznek bizonyos kapcsolatok vagy szerződések. Persze az is lehet, hogy ez a te eljegyzésed, vagy kapsz egy meghívást egy eljegyzésre vagy esküvőre. Valami elromlik az otthonodban, de ez meg lesz javítva. Nagyon szorgalmas vagy. Te indítasz valamit, vannak tervek, ez megvalósul. Valaki úgy figyelget téged, de nem rossz indulatúan, hanem valaki keresi a kapcsolatot, a barátságot veled. És ez volt az üzenet a Bibliából, ahol én bizonyos szavakat vagy mondatokat kapok, és egy időben ezzel jönnek bizonyos gondolatok is, és így tudom közölni az üzenetet a Bibliából. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.